Sziasztok! Az elektromos indítású áramfejlesztőket egyetlen gombnyomással be lehet indítani, de ennél jobbat mondok. Ha indító automatikával van ellátva az áramfejlesztőtök, akkor nem kell éjszaka a sötétben keresgélni az áramfejlesztőt, mert az magától beindul. Tegyük fel, hogy vihar van és elmegy az áram, és az indító automatika miatt az áramfejlesztő egyből bekapcsol, és egészen addig folyamatosan üzemel is, ameddig az áramszolgáltató vissza nem állítja az áramot, és ezután magától ki is kapcsol. Adja magát a kérdés, hogy melyik áramfejlesztőt választjuk egy átlagos családi házhoz. Nyilván a pontos méretezéshez ismerni kell a fogyasztókat és azok mennyiségét, de egy átlagos háztartást például a mellettem lévő AGT4501 HSBE típusú áramfejlesztő is kényelmesen elvisz. Az ő teljesítménye 4,2 kW. Fontos, hogy olyan helyre, ahol csak egyfázisú fogyasztók vannak, egyfázisú áramfejlesztőt válasszunk, mint jelen esetben is, és csak az olyan helyre használjunk háromfázisú áramfejlesztőt, ahol valóban háromfázisú fogyasztók is vannak. Ennek oka, hogy a háromfázisú áramfejlesztők teljesítményének csak a 40%-a vehető le egyfázison, így a kihasználtság szempontjából ez nem gazdaságos, illetve az esetleges túlterhelés miatt a gép károsodásához is vezethet. Kismértékű feszültség ingadozásra és érzékeny berendezések esetén, mint például a háztartási gépek, elektronikus eszközök, számítógépek, laptopok energiaellátására ajánlott AVR-rel, és ajánljuk is AVR-rel, azaz automatikus feszültségszabályozóval ellátott áramfejlesztőknek a használatát. Na, de akkor nézzük, hogy működik az indító automatika. Az áramfejlesztők élettartamának a megnövelése érdekében a generátort érdemes fedett helyen tartani, mondjuk egy kocsi beálló alatt, hogy védve legyen az esőtől, illetve a közvetlenül a napfénytől. Erre érdemes figyelni, főleg az ilyen nagy nyári melegekben. És részemről igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnézted, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára.